A Jászberényi Teremlabdarúgó Bajnokság díjátadására váró versenybizottság asztaláról ezúttal hiányoztak a futballlabdák, mivel a résztvevő csapatok inkább a serlekhez ragaszkodtak. Ebből volt bőven, hiszen három kategóriában hirdettek győzteseket és helyezetteket. Kónya György elnök értékelő beszédében a csapatok sportszerűségét emelte ki. Képzeljétek el, ez volt az első bajnokság, mióta ez a versenybizottság van, hogy nem volt végleges kiállítás. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ennyivel megkönnyebbítettétek a játékvezetők dolgát, illetve hát így aztán a fegyelmi bizottsággal toltatok ki, mert nem volt munkájuk. A játékvezetők is elismerték a Terempoci együttesek sportszerűségét. Mivel a parketton kicsit másabb a mozgás, sportszerű, a kiállítás, nem volt egy-két kiállítás, de végleges kiállításra nem került sor. Összességében nagyon sportszerűen zajlottak a mérkőzések. Az értékelő után a díjazás következett. Elsőként az öreg fiúk bajnokságából a Stefan Granit Kft. Játékosa vehette át a harmadik helyezettnek járó serleget. Őt követte a második helyezett, Kozma Pórkerék képviselője. Az öreg fiúk bajnokcsapatának serlegét pedig az Ézsi Trapéz vihette haza, mint ahogy a gólkirályi címet is az ő játékosuk vitte el. Már régóta ismerjük egymást, összeszokott volt a csapat, és talán ennek köszönhető ez a mostani siker. A gólkirályságot hogyan lehet elérni? Mindenek előtt a csapattársak, kiszolgáltak, nélkülük nem ment volna, meg szerencsés kell, mint mindenhez természetesen. A Terempoci bajnokság második osztályának harmadik helyezett csapata a Megtorlás lett. Őket előzte meg a második helyezett Törtetők együttese, sőt emellett a gólkirályi cím is hozzájuk került, ami Kacsok Ádám nevéhez fűződik. Még a második osztály legjobbja a Víznyelők gárdája lett. Az egyik közös ismerősünk összehozott minket, onnan jöttek négyen, mi jöttünk nyolcan, és azóta valahogy megtalálta mindenki a helyét, és valahogy jön minden. Ez egy csapatmunka volt, vagy volt nagyon jó gólvágótok, nem is egy? Jó volt az alap, jó volt a kapus, a védelem, utána a többit meghozták a többiek, épp aki ott volt. Az első osztály harmadik helyén a Kaszinó Sánta Büfi együttese végzett. Az erősebbik osztály második helyezettje a B-Beton gárdája lett. Ráadásul a gólkirályi cím is az övék lett, Urbán Norbert révén. Még az első osztály és egyben Jászberény Terempoci bajnoka címet, ugyanúgy, mint az öreg fiúknál, az Ézsi Trapéz érdemelte ki. Évek óta ott vagyunk az első helyen, volt, amikor ugye rosszabb eredmény volt, de általában ott vagyunk a spicen, tehát így sikerült most is, hál' Istennek, hogy veretlenül meg tudtuk nyerni a terembajnokságot. A díjátadás után a műfüves szabadtéri bajnokság technikai megbeszélése vette kezdetét, amelyben a két serleged is bezsebelő Ézsi Trapéz újra az első helyre tervezi befutását. Ugyanez a terv, tehát szeretnénk megnyerni a bajnokságot, ugyanígy folytatni, ugyanezekkel a játékosokkal, és minél jobb eredményt, illetve minél több győzelmet lehozni a bajnokságba. A szabadtéri bajnokság szokás szerint a műfűves pályán áprilisban kezdődik majd.